Vendégem Zelena András, a Város Televízió ügyvezetője. Szia! Így a műsor vége felé egy kis összefoglalásként jövőképet szeretnénk majd tőled kérni, de még mielőtt ezt megtennénk, azelőtt tekintsünk vissza az elmúlt fél évre, hiszen olyan gyorsan repül az idő, hogy már majdhogy nem ennyi ideje vezeted és irányítod a tévét. Avassuk be egy kicsit a nézőket abba, hogy mik voltak az első lépéseid, ők bizonyára látják a változásokat, és ezek tudatosak, mindazt azért áruljuk el nekik. Így van, az új műsorstruktúra kialakítását egy komplex előkészítő folyamat előzte meg. A megelőző folyamatban egy nem reprezentatív, de elég nagy mintás közvéleménykutatást végeztünk, melynek eredményeképpen kiderült, hogy a szegedi polgárok több sportközvetítést, hosszabb, illetve tartalmasabb hír, illetve hírháttérműsort, valamint a fiataloknak szóló koncertközvetítéseket, illetve kitelepülős és külső helyszínes műsorokat szeretnének látni. Továbbá az én alapkoncepcióm az volt, hogy a Városi Televízió a szegediekről, a szegedieknek filozófia jegyében kezdje meg az új műsorszolgáltatását, úgyhogy az új műsorstruktúrát, azt február 1-től mind az előkészítő folyamat végeként, mind pedig ennek a közvéleménykutatásnak az eredményeként kezdtük el február 1-én. Az első ilyen, ugye, ami a híradóhoz kapcsolódik, hogy minden hétköznap, csütörtök kivételével, a híradót követően van egy félórás hírháttérműsor téma címmel. Ez csak politika és közélet, illetve hír, vagy másról is szól? Nem, Szeged pezsgő kulturális életének úgy gondolom, hogy része a politika, a közélet és a kultúra mellett mindaz, ami Szegeden történik, tehát ebben a műsorelemben minden este a híradós anyagokon túl lehetőséget biztosítunk stúdióbeszélgetésre, illetve hosszabb bejátszásokra, és ez is a szegediekről, szegedieknek szóló arcpolitika jegyében történik. Továbbá én azt gondolom, hogy egy igen jelentős újdonság az, hogy minden hétvégén a hét aktuális téma ad egy ismétlő válogatást nézhetnek meg a nézők több alkalommal, és nem csak egy időpontban, hanem többszöri ismétléssel, és akinek esetleg nem volt ideje nap mint nap figyelni a szegedi történéseket, az nem csak közélet, kultúra és politikai vonatkozásban, hanem egy egész képet kap arról hétvégén, hogy mi történt Szegeden, és mi volt az, ami fontos volt itt. Térjünk át egy picit a magazinokra. Ugye azért ott is jelentős változás történt. A tudományos magazin megmaradt, de két új is született. Így van, Szegednek nagyon fontos része a Szegedi Tudományegyetem, ezért a tudománnyal foglalkozó magazin az úgy gondolom, hogy a Szegedi Tudásközpontnak és a Szegedi Tudományos Innovációknak egy fontos eleme kell, hogy legyen. Emellett azt gondoltuk, hogy bár a téma az nagyon sok mindent lefed, és nagyon sok témára lehetőséget ad, sok megbeszélésre van itt lehetőség, de mindemellett szükség volt egy fiataloknak szóló, revitalizált, egészség-szépség magazinra, illetve a természetkedvelők és állatbarátok kérésére egy természetes című, szintén kitelepülős, az első adás a Vadasparkból jelentkezett, ilyen műsorunk is van. Ezeknek a műsoroknak újdonsága az, hogy ezek önfenntartó műsorok, tehát ezeknek a költsége, az adásgyártás az nekünk ilyen formán pénzbe nem kerül, de mégis színvonalas műsort tudunk adásba szerkeszteni ennek jegyében. Egyetemistákat és fiatalokat többször is említettél. Mennyire próbálod azt a vonalat erőltetni, hogy a fiatalok felé is nyissunk, hiszen érte az a vád egy picit a régebbi televíziózást, hogy talán a közép és idősebb korosztálynak szólt? Úgy gondolom, hogy Szeged lakosságát egészében meg kell szólítanunk, ennek jegyében természetesen a fiatalabb generációt is, ezért azt gondolom, hogy a 21. század lehetőségeihez képest kötelező az internetnek és az egyéb technikai újdonságoknak a lehetőségét kihasználni, ezért a koncertközvetítések és az egyéb műsorok mellett fontosnak tartom azt, hogy a YouTube-on, illetve egyéb közösségi portálokon, Facebookra gondolok jelesül, meg lehessen nézni a Városi Televízió különböző adásait, tehát nem csak és kizárólag az adott műsoridő pontban leadott műsor, vagy az ismételt műsorszám az, ami megnézhető, hanem letölthető és újra nézhető műsorokat teszünk fel az internetre, ezáltal mindenki életritmusának és napirendjének megfelelően, akár több részletben megnézheti a neki tetsző műsorokat. Ez az innováció úgy gondolom, hogy mindenki felé kell, hogy kommunikálódjék, mert
a mai világnak ez a rendje. Tehát nem csak az új műsorokkal, hanem ezekkel az újdonságokkal is igyekszünk a nézői igényeket kielégíteni. Ez is tehát egy újítás, és végezetül még annyi, szerintem a nézők is kíváncsiak arra, ugye, hogy közeleg a nyár. Mi a helyzet a kitelepülésekkel? Lesz-e a városi tévének külső produkciója hasonló, mint régen az Estelő, vagy akár, ahogy említetted az imént, ugye, a Vadas Parkból a Természet les? Szeretnék visszautalni a beszélgetésünk elején elhangzott közvéleménykutatásra, ugyanis ebből a közvéleménykutatásból egyértelműen kiderült, hogy a kultúra mellett nagyon fontos az, hogy ne csak stúdióbeszélgetések keretében tájékoztassuk a szegedieket, Szegeden történő dolgokról. Éppen ezért a Dóm téren, a szabadtéri játékok helyszínén kint leszünk, a Vadas Parkban, ha újdonság van, azt is igyekszünk megmutatni, továbbá a Borfesztiválon is mindenféleképpen anyagot fogunk forgatni. Tehát annak jegyében történik a nyári szabadtéri forgatás, ami Szeged pezsgő kulturális életének része, és ilyen formán érdekli a szegedieket, tehát minden ilyen fontos eseményről hírt fogunk adni. Így legyen, köszönjük szépen, András, és amíg a kollégák behozzák a tortát, és most már átveszük mi teljes mértékben itt velük együtt a terepet, addig arról ugye, hogy igazából közben érkezik a torta. Óha! A 25 év, 25-ös gyertyákkal együtt. Azt hiszem, ez fekete erdőtorta, többiek merre vannak, itt van mindenki. Az elmúlt 25 évről a vezérlőben. És akkor ugye még nem beszéltünk arról, hogy itt van Emil, aki ugye még a nyár után még ott lesz egy augusztus 20-ai kajakkenő világbajnokság, tehát biztos, hogy ott is ott lesz. A sportközvetítésekről is olyan formán hírt fogunk adni, ahogy a szegediek a közvéleménykutatásban elmondták és érdeklik őket, illetve háromszor annyi sportot sugárzunk, mint annak előtte, tehát a sportközvetítések száma is növekedett, és én pedig szeretném megköszönni minden kollégámnak, jelenleg és volt kollégámnak a munkáját, és boldog születésnapot kívánok ilyen formának. Így legyen. Köszönjük szépen.